Dicsőség Jézus Krisztusnak! Nagyon szeretettel köszöntöm a 21-es csatorna nézőit, illetve a kedves testvéreket a Mátyfalvai Görögkatolikus Egyházközségnek a templomában. A felvételt majd közép-európai idő szerint hétfőn este 8:30-kor lehet majd megtekinteni a 21-es csatornán, illetve majd a Facebookon is vissza lehet nézni a felvételt. Áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek országa, most is mindenkor is örökkön örökké. Amen. Békességben könyörögjünk az Úrhoz. A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. Az egész világ békességéért, Isten szent egyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz. Ezen szent hajlékért, mindazokért, kik ide itt el buzgósággal és isteni félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Szentséges főpásztorunk, Ferenc pápáért, Isten szerető Milán és Nélus püspökeinkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért, könyörögjünk az Úrhoz. Ezen községért, minden városért, községért és vidékért és az azokban lakó hívekért, könyörögjünk az Úrhoz. A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. Hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért és ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmaz, ments meg, könyörű és őriz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénk adott Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
dicsőjjék az hívünk. Szent vagy te, mi Istenünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is mindenkor és örökkön, örökké.
Figyelmezzünk békesség mindnyájatoknak, bölcsesség figyelmezzünk. Üdvözítsd, Uram, a te népe. Szent Pál apostol a Korintushoz írott leveleinek olvasása. Figyelmezzünk! Atyám, fiai, minden szabad nekem, csak hogy nem minden használ. Minden szabad nekem, csak hogy én ne legyek semminek sem a rabszolgája. Az étel a gyomorért van, a gyomor az ételért, de Isten ezt is, meg azt is megsemmisíti. A test azonban nem a parázdaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testét. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és minket is fel fog támasztani hatalmával. Nem tudjátok, hogy a testetek Krisztusnak tagja? Elszakítsam-e tehát Krisztus tagját, és paráznai tagjaivá tegyem? Isten mentsen, vagy nem tudjátok, hogy aki paráznő, nővel egyesül, egy testé lesz vele, mert amint az írás mondja, ketten egy testé lesznek. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele, kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testen kívül van, aki azonban paráználkodik, az a saját test ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy a testetek a Szentlélek temploma, aki bennetek van, s akit Istentől kaptatok, és nem vagytok a magatokéi, mert nagy volt a ti vételáratok, dicsőítsétek tehát Isten testetekben. Békesség neked! Bölcsesség, figyelmezzünk! Aleluja! 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 Bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, békesség mindnyájatoknak! Szent Lukács evangéliumának olvasása. Figyelmezzünk! Mondd az Úr példabeszédet, egy embernek két fia vala, és mondd az ifjabbik közülük atyának, Atyám, add ki nekem az örökség részt, amely engem illet. És elosztál nekik az örökséget, és nem sok nap múlva összeszedvé mindent, ifjabbik fia messze tartományba méne, és ott elték hozzá örökségét buja élettel. És miután mindent megemésztett, nagy és élőn azon tartományban részülkölködni kezdte, és elmenvén azon tartománynak egy polgárához szegődött, ki majorjába küldi őt, hogy őrizze a sertéseket, és kívánná gyomrát megtölteni a moslékkal, melyet a sertések falának, de senki sem ad neki, magába térvén pedig mondá, hány béres bővelkedik atyám házában kenyérrel, én pedig itt éhen halok, fölkelek az atyámhoz megyek, és mondom neki, Atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened, már nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem, csak béreseid közé fogadj be engem. És fölkelvén elmén atyához, mikor pedig még messze volt, meglátá őt atya, irgalmasságra indula és hozzája futván nyakába borulá és megcsókolá őt. És mondá neki, fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, már nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem.
Atya pedig mondá szolgáinak, hamarozzátok elé a legjobb ruhát, és öltöztessétek fel őt, adjatok gyűrűt kezeire és sarut lábaira, és hozzátok elé a hézlalborjút, öljétek le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt vala és fölélet, elveszett vala és megtaláltatott, és elkezdtek vigadozni. Az ő idősebbik fia pedig a mezőn vala, és midőn visszatért a házhoz közeledvén, hallá az éneklést és vigadozást, és szólítván egyet a szolgák közül kérdezi, mi dolog ez? És az mondá neki, öcsén jött meg, és atyád a hízlalt borjút ölette le, hogy visszatért egészségben, erre megbosszankodik, és nem akar bemenni. Atya tehát kijövén kezdi őt kérni, amaz pedig felelvén mondá atyának, íme annyi esztendő óta szolgálok neked, és sohasem hágtam át parancsodat, de soha nem adtál nekem egy gödölyét, hogy barátaimmal vigan elkölthettem volna, midőn pedig ez a te fiad ki örökségét eltékozolta, megjött a hízlalt borjút, ölted le neki. Ő pedig mondá neki, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied, de most vigadni és örvendezni illet, mert ez a te öcséd meghalt vala és fölélet, elveszett vala és megtaláltató. Krisztusban, kedves testvérek, valahonnan, valahova elindulni mindig egy készülődés, egy döntésnek a következménye, és nagyon sokat szokott az ember rajta rágódni, nagyon sokat szokott rajta gondolkodni, hogy erre a hosszú útra, amire ő elindul, hogy mit is vigyen igazából magával. Mi az, ami az ő boldogságához az útja során szükség lesz, mi az, amivel tud majd táplálkozni, mi az, ami nélkül talán nem tudja az életét, az útját elképzelni. És ez az út, kedves testvérek, amin az ember elindul, a megtervezett út, ez nem csak egyirányú, hanem van egy eltávolodás és van egy közeledés. Van egy távolság, amit az ember nagyon sokszor átél a hétköznapokban, amikor úgy érzi, hogy minden az ő kezére játszik, minden úgy van, minden úgy valósul meg, mint ahogy az ember azt eltervezte, és nagyon sokszor kútba dőlnek az embereknek a tervei, sokszor csalódás, kétségbeesés, és talán sokszor az elhagyatottságnak az érzése is eluralkodik rajtunk. Mert nem az valósult meg, amit elterveztünk, nem az sikerült az életben, vagy nem úgy sikerült, mint mi azt szerettük volna. És látunk életeket, amik így kerülnek a mélységbe, látunk emberi kapcsolatokat, amelyek az egyénieskedés, vagy a különféle önzések miatt mennek tönkre, és látunk házasságokat, amelyek az érzéseknek a ki nem fejezése miatt megy tönkre, vagy válik hideggé. A tékozló fiúnak a vasárnapján egy olyan történet tárul elénk Jézus Krisztusnak a példabeszédében, ami nagyon sok mindent megmozgat az emberben. De mai vasárnapon koncentráljunk arra, hogy a fiú, aki elindult és otthagyta az atyai házat, elszegődött, eltékozolta a vagyonát, elszegődött egy disznócsordát őrizni, és ott hozza meg a döntést, hogy útra kelek, visszatérek atyám házához, és megvallom neki, vétkeztem atyám az ég ellen és te ellened,
és nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, csak béreseid közé fogadj be engem. Ahogy az ember elindul az útján, hogy egyszer valamikor haza is kell térnie. De mi jellemzi ezt a hazatérést? Ha megnézzük a mindennapi életünket, vagy kicsit visszatekintünk a 90-es évekbe, a gyerekkoromba, hogyha visszagondolok, akkor sokszor kellett állni a kenyérsorba. Sokszor az iskola után már délben el kellett otthonról menni a bolthoz, és ott beállni a sorba, várni a kenyeres autónak a megérkezését, és ott vagy előbb, vagy utóbb sikerrel, vagy kevésbé sikerrel az ember hamarabb sorra került, és hamarabb elindult hazafelé. Várakozott az ő sorára. Szeretett volna hazatérni, de mi minden járt akkor az embernek az eszébe, és mi minden fogalmazódott meg a tékozló fiúnak a mélységbe került életében, amikor elhatározza, hogy hazatérek. Beállt egy sorba, ami az életnek a kívánságai, az életnek a hiúságát mutatta meg, és azt mondta, arra döbben rá, hogy ez nekem nem jó. Én nem akarok így élni. Nekem sokkal jobb volt az atyai házban. De hát megtettem mindent. Eltékozoltam az atyai örökséget. Hibáztam. Nem azt cselekedtem, ami helyes lett volna, de mégis van hozzá bátorsága, hogy útra keljen a bűnei ellenére is, és visszaemlékezzen, hogy engem valamikor az Isten, az én atyám szeretett. Érdemes sorba állni. Érdemes elindulni, érdemes hazatérni az atyai házba, és lehet, hogy csak annyit mondom, hogy atyám, vétkeztem. Bocsáss meg nekem. És tovább csak a béreseid között is engedd, hogy a te közeledben, a te szeretetedben éljem az életemet. Kedves testvérek, nagyon sokszor, nagyon sokan eltévedünk, hozunk rossz döntéseket, és milyen nehéz az beismerni. Milyen nehéz szembenézni magunkkal, bevallani magunknak, hogy ember, rossz döntést hoztál. Nem kellett volna ezt csinálnod. Nem kellett volna megbántanod a másikat. Nem kellett volna kibeszélned, rágalmaznod. És amikor az ember utólag rájön, mindig azt mondjuk, hogy kimondtam ugyan, megtettem ugyan, de utána rögtön megbántam. És helyes is, míg az embernek van rá esze, és működik a lelkiismerete, hogy mindazt, amit elkövettem, minden rosszat tudjak megbánni. És a következő alkalommal majd arra figyelni, hogy mindezt ne tegyem meg. Hogy csak az atyának a béresei közé számláltassak. Hogy eltávolodtam, eltékozoltam az isteni kegyelmet, de a tudat, kedves testvérek, hogy az Isten mindig visszavár bennünket. Útra kelek, visszamegyek az atyához, és megvallom neki. Nehéz, és nehéz volt a tékozló fiúnak is. Nehéz volt a sorban állás, de megérte, mert az atya az ő szeretetével és irgalmasságával fogadta őt. Egy történet szerint Amerikában egy édesanyának volt egy lánya, amit megpróbált a legjobb módon nevelni. Szinte megadott neki mindent. És ahogy telt múlt az idő, a lányka felcseperedett, ott hagyta az anyai házat, ott hagyta egyedül az édesanyját, és belevetette magát a Las Vegas-i életbe. De hát előbb-utóbb
a csillogás véget ért, és egy gettóban találta magát, és minden megtett azért, hogy életben maradjon, hogy fenn maradjon, ne haljon éhen, prostituáltá vált, és úgy élte az életét. Az anya, aki agódott érte, nem tudott képet mutatni a lányáról, mert nagyon sok idő eltelt, amíg megpróbálta kerestetni. És az jutott eszébe, hogy ha nem a lányáról, akkor saját magáról csinál fénymásol képeket, és teszi ki azokra a helyekre, ahol talán a lánya előfordul. És az utcákra, a boltokba, a bárokba kitette a saját fényképét. És egyszer az egyik szórakozó helyen egy lánya, hogy énekel, akkor észreveszi ezt a képet, amin az állt, hogy lányom, gyere haza. Azonnal otthagyta az éneklést, és ez a lány fogta, és visszament az édesanyjához. Sokszor, kedves testvérek, elég egy apró mozzanat, amiben fölismerjük azt, hogy hibáztunk, és nekünk szükséges a visszatérés, a hazatérés az Atyához. Legyen a mindennapi életünkben jelen az Isten irgalmassága és az Isten szeretete, hogy mindig fölismerjük a hibáinkat, fölismerjük a gyarlóságainkat, a bűneinket, de soha ne felejtsük el, hogy érdemes sorban állni, érdemes döntést hozni a hazatérésnek az érdekébe, ahol vár bennünket, ami szerető, irgalmas és mindenkire gondoskodó Úristenünk. Amen. Mondjuk mindjárt teljes lelkünkből és teljes elménkből, mondjuk. Minden a Tórunk Atyáinak, Istenek, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj. Könyörülj rajtunk, Istenetlen, hogy irgalmasságot szerint kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj. Könyörögjünk mély szentséges főpásztorunk Ferenc pápáért, Isten szerető Milán és Nélos püspökeinkért, lelki atyáinkért és Krisztusban minden atyánk fiáért. Könyörögjünk még az itt jelenlévés tőled nagy és bőkegyelmeket váró népért, ami jótevőinkért és minden igazítő keresztényért. Esetleg még hozzáadunk, Istenünk, kegyeskedjél a szentek tiszteletével megdicsőíteni nyájának jó és rettenetlen pásztorát, Sándor püspököt és hitűnek többi megvalóját, kik egyházunk üldözőjétől kínokat és szenvedéseket viseltek el, Péter felszentelt véletlenül, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj! Lelkek és testek orvosa meghatott és töredelmes szívvel esetünk hozzád és sóhajtva kiáltjuk Gyógy és Hája János, Margit, Ilike, Gyuri, Anikó, Andrea, Bertalan, Valéria, Orsolya, József, Ibolya, Mihá, István, Péter áldozó pap szolgáit, fájdalmait, orvosod lelki és testi szenvedéseiket, s mint könyörületes bocsásban minden szándékosan és akaratlanul elkövetett vétkezéseiket, gyorsan emelt fel őket betegségük ágyából, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj! Köszönjük még hozzáadunk, Istenünk, hallgass meg imádságunk és könyörgésünk szavát,
könyörű születésnapjukat ünneplő Judit Ártem, Béla, Marica, Ányután, Maxim, János, Irénke, Ljuba, Anna, Bogdána, Szolgáidon, Patricia, Kevin, László, János, Vitali, Tatjana, Szivi, Alex, Vanessa, Attila, Péter, Joanna, Karina, Krisztián, Szolgáidon, György, Brigitta, Vikica, Diana, Erzsébet, Béla, Robi, Robert, Miklós, Viktor, János, Attila, Natika, Vitál, Péter, Natália, Krisztián, Angéla, Szabina, Viktor, János, Margit, Jancsi, Marica, Mariska, László, Erika, Éva, Misi, Natika, Attila, László, Oksana, Attila, Ricsi, Zsolti, Gyuri, András, Olivér, Olga, Erika, Olga, Tánya, Ernő, Roland, László, Margit, Marianna, Robert, Marina, Szolgáidon és családtagjaikon, kegyelmeddel és irgalmasságoddal és teljes és összes jó kívánságaikon. Bocsáss meg minden szándékosan vagy akaratlanul elkövetett vétkezéseiket, attól, hogy kedvesek legyenek imádságaik és irgalmas cselekedeteiket a felséged királyi szék előtt. Oltalmazd őket minden látható és láthatatlan ellenségtől, minden incselkedéstől, bajtól, aggodalomtól és betegségtől. Adj nekik egészséget és hosszú életet, mondjuk mindjárt Urunk, hallgass meg minket és könyörülj! Könyörögjön még Isten előtt szolgáinak János Béla, Otto Lenke Béla, György Ilonka, István Attila, László Katica, Ákos Ferenc, Erzsébet Ferenc, Jolán Iván, Iván Vitali, Iván Viktor, Dénes Mária, Mária János Mihály, Magda János Jolán Mihály, Magdolna Mária, Sándor Natálka, Anna István, Olga Jenő, Erzsébet János, Etela, György János, Krisztián Irén Sándor, Veronka Jenő, Erzsébet Emma Vince, András Júlia lelki nyugalmáért és minden szándékosan és akaratlanul elkövetett vétkeiknek bocsánatáért. Uram, irgalmat, Uram, irgalmat, Uram, irgalmat. Mert irgalmas és ember szerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Hívők mindjárt ismét és ismét békességben, könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmazd, ments meg, könyörű és őrizd meg minket Isten a te kegyelmeddel. Bölcsesség, hogy hatalmad által mindenkor megőrizve dicsőítsünk téged, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Pásztorunk Ferenc pápáról és Isten szerető Milán és Nílus püspökeinkről,
az összes papságról és az egész egyházi rendről, ezen szent hajlékna boldog és örök emlék alapítóiról és jótevőiről, Isten oltalmazta országokra annak vezetőiről és népéről, és mindnyájatokról igaz hitű keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig most és mindenkor és örökkön örökké. Egyszülött fiának irgalma által, akivel áldott vele legszentebb jóságos és elevenítő lelkedel együtt most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Békesség mindnyájatoknak. Szeressük egymást, hogy egyetértőleg valljuk. Krisztus közöttünk, Krisztus közöttünk, Krisztus közöttünk, Krisztus közöttünk, Krisztus közöttünk, Krisztus közöttünk, Krisztus közöttünk. Az ajtókat bölcsességben figyelmezzünk. Félelemmel figyelmezzünk, hogy a szent áldozatot békességben fölajánljuk. Jézus Krisztus,
Krisztus malasztja az Atya Isten szeretete, és a Szent Élek közöltetése legyen mindnyájatokkal. És a lelkeket. Emeljük föl szívünket. Hálát az Úrnak. Énekelvén kiáltván, hangoztatván és mondván. Testem, mely életetek megtöredik a bűnök bocsánatára. Ígyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem az új szövetségé, mely életetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Tiédet a tiédből, néked ajánljuk föl mindnyájunkért és mindenekért. Képen legszentebb, legtisztább, legáldott a dicső királynénkért, az Isten szülő és minden kószűz Máriáé. Yeah.
Az első között emlékezzen meg a szentséges főpásztorunk Ferenc pápáról és Isten szerető Milán és Nélus püspökeinkről, s tartsd be őket szent egyházainak békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben a te igazságod igének helyes hirdetésére. Sattog egy szájjal és egy szívvel dicsőítsük és magasztaljuk a legtisztesebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szent Lélek most és mindenkor és örökkön örökké. És legyen a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme mindnyájatokkal. Minden szentekről megemlékezvén ismét és ismét békességben könyörögjük az Úrhoz. A bemeredett és megszentelt drága ajándékokért könyörögjünk az Úrhoz. Hogy a mi kegyelmes Istenünk kedves lelki ladjanát elfogadván azokat szent mennyei szellemi oltárára, küldje nekünk Isteni malacját és a Szent Lélek ajándékát, könyörögjünk az Úrhoz. Hogy mentse meg minket minden aggódást, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmaz, ments meg, könyörű és őriz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Hogy ezen egész napot tökéletesen, szentül, békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól. A békesség anya lát a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét, kérjük az Úrtól. Bűneink és bűncségeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól. Jókat és hasznosakat lelkünek és a világnak békességet kérjünk az Úrtól. Hogy életünknek hátralévő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Hogy életünket keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélő széke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. A hittek egységét és a Szent Lélek közöltetését kérvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Ismertes minket, Urunk, hogy bizalommal, elítélés nélkül bátorkodjunk téged mennyei Isten atyánknak nevezni és mondani. Szent Lélek most is mindenkor és örökkön örökké. Békesség mindnyájatoknak. Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak. A te egyszülött fiadnak kegyelme, irgalma és ember szeretete által, kivel áldott veleg szentebb jóságos és elevenítő lelkedel együtt most is mindenkor és örökkön örökké.
Kegyelmezzünk szentség a szenteknek. Közel egyetek. Amen.
mindannyiunkaiba méltó adjunk hálát az Úrnak. Az nincs megbűnő és őrizd meg minket Isten a te kegyelmeddel. Ezen egészen a tökéletes szent, békességes és vétegy nélkül eltöltését kérvén önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert te vagy a mi megszentelésünk és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek most és mindenkor és örökkön örökké. Békével távozzunk. Könyörögjünk az Úrhoz. Uram, ki megáldott téged áldókat, és megszenteled a benned bízókat, üdvözíts népedet, és áld meg örökségedet, egyházad teljességét őrizd meg. Szenteld meg azokat, akik házad ékességét szeretik, te viszont dicsőítsd meg őket isteni erőddel, és ne hagyj el minket, ki benned bízunk. Ajándékozz békességet a te világodnak, egyházainak, papjainak és minden népednek, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van leszállván tőled a világosság Atyától. És téged dicsőítünk, imádunk, s neked hálát adunk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Az ő kegyelmével és ember szeretetével mindig most és mindenkor és örökkön örökké. Dicsőség neked, Krisztus Istenünk, ami reménységünk, dicsőség neked. Támad Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának imáját, akinek oltalma tiszteletén épült a Szent Egyház, a Szent Dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, aranyszájú Szent János Konstantinápoly főpüspökének, Szent és Isten Ihlettségi Atyáinak, Boldog Tódor felszentelt vértanúnak és minden szenteinek esőzései által, könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.